Ugyan már Dutch. Sorry. Ugyan már Dutch. Ugyan már Dutch. Nem hagyhatod cserbe a barátaidat. Ugyan már Dutch. 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 Jó, na de akkor mehet. Oké, rászhatjátok! Zsirázd! Zakrazol! És lopog a lábba! Nem baj, jó, az jó, az! Oké. De ez az jó! Jó, mert ez jó! Figyeljetek! Ez jó! Na! Mint hülye buzik vagytok. Bazd meg, de... Állj, állj, ne áll! Ne jön, mert ez szarít... Mi a fasz kopog itt? Ez nagyon meg! 2, 1, rászhatjátok! Mind hülye buzik vagytok. Nem tudjátok, mi a jó. Fég ettől lennétek igazi bikák. Mi a kurva? Elég! Mehet, rászhatod! Nyomjál még? Kics, aha, ez még bőven kevés. De csúlyak én is. Aha, csúlyátok a csúlyátok. Az jó, csak hogy erre felé folyjon, a kamera felé. Hallod is lekültetik! Várjál, mert beányékoltam! Jó, nem baj, az úgy csak... Hogy jobban el tudom játszani. Nem, vagy egy kicsit guztustalan. Ne, de előbb, hogy... Mert. De ez a hosszabbító nincs benne? Vagy mi a geci ez? Ja, tényleg ez nincs benne. Ja, de... Tudd ezt a szart, a fezsegre nem? Merre van, gyerek? Megszálljunk vissza? Jó, majd nekem visszaszálltok. Easy rider! Mit mondom, bazzer? Mi a zsibban a seggem volt, meg a lába? Vagy a zsibban? Hol feltem? Valamit nagyon. Ne menj oda! Menjél oda fel a többiekhez! Maradjatok egy csapatba! Billyvel mit történt? Na, ez volt a helikopteremben játszódott. Oké, árpülői! Árpülői! Itt a geci belt! Adjátok ki! Oké! Nem takas az orrom? Na! Köszönjük szépen! Jó, rögtön egyébként a robotokkal futatjuk, ugyanis érkezik egy fiatalember, aki szintén valamilyen utomódon kötődik a robotokhoz. Itt van már is Cornél. Vonzott a robotokhoz, nem úgy, ahogy sokan gondolnák. Mondjuk úgy, hogy a filmekhez. Mondjuk úgy, Cornél, hogy a filmekhez fogalmazzunk egészen ennyire precízen, ahogy te ezt most engem ugye kijavítottál. Cornél, a robotos filmekről ugye mindenkinek a Terminátor jut eszébe, gondolom, hogy ti is rávagytuk erre kellőképpen. Ha csak nem a robotzsarú. Ha csak nem a robotzsarú, igen. Ki vagytok tulajdonképpen képezve a robotokból, ugye? Mondhatjuk így is, bizonyos értelemben. Bizonyos értelemben. Rendben. Gondoltál arra, hogy ügyvédnek menjél egyébként, Cornél, nem? De most nem menjünk bele. Jó, oké, Cornél. Rendeztek filmeket is, vagy rendezel filmet is, ugye? Vagy hát tulajdonképpen határozott lépéseket teszel ennek irányába? Hát, független szinten. Független. Uh-huh.
Milyen filmeket rendeztél, Kornél, független szinten? Azért ez egy fontos dolog, említsük meg, hogy független szinten. Igen, igen, szóval ez valójában fontos dolog. Ő legelső ilyen filmünk a Terminátor 4 volt, hát már egy eléggé lejárt kampány, úgymond ezt másfél évvel ezelőtt forgattuk le ezt a filmet, de a sikere idézőjelben még ő mai napig is él, szóval ugyanúgy felkeresnek minket a filmmel kapcsolatban, vélemény nyilvánítanak, gratulálnak, stb. Stb. Csülők, rokonok? Nem. Hát internet szerte leginkább. Uh-huh. Na nézzük meg akkor, hogy hogy sikerült nektek ezt a dolgot leforgatni. Adunk egy röpke kis ízelítőt a filmetekből, jó? Lássuk. Hát Kovi már itt könyörög a receptér. Kornél, mit fogunk akkor most látni? Van egy saját jelenetetek is ugye a filmen kívül. Mi lesz ez? Ez egy saját produkció. Hát mindjárt megláthatjuk a két főszereplő, nagyon jó barátom, Gyula és Tamás fog előadni nekünk egy kisebb jelenet Terminátor 2-ből, illetve arra építve. Uh-huh. Hát remegőt érdekel, várjuk ezt a jelenetet. Jöjjön akkor. Már érkeznek is. Ugye a jó és a rossz küzdelme. Igen, a jó és a rossz küzdelme. Feküdj! Hús! Hát azért a fiúkat szedáljuk majd le, ha kimennek a stúdióba. Te jó is, tehát nem maradt semmi igazából itt a díszletből. Nem is az volt a cél? Ja, értem, Kornél. Jól van, köszönöm. Rendben. Na, hát fiúk, meséljetek erről valamit. Két napot gyakoroltunk, de itt még ugyebár beszerezni a bizonyos elemeket, stb. Uh-huh. stb. Szóval sok-sok utánajárás volt és gyakorlás, és ezt mind olyan 2-3 napba sűrítettük össze. Jó, hát azért ne nagyon törjetek szét egymást. De itt ez a lényeg. Szóval, hogyha megnézel például egy Terminátor 2-t vagy 3-at, miről szól? Hát nem? Csak uh-huh. kicsit nagyobba. Köszönjük. Köszönjük szépen. A mai műsorban azt hiszem, hogy tehetséges parodistákat ismerhettek meg a műsor első részében. Ez a kis jelenet pedig ugye, hát, hogy részt vett a Terminátor című filmben. A film egyébként semmiféle sebesülés nem szabadtak el. Jól van. Köszönjük a nézőnek, nyugodtan e-mailt, ha gondoljátok, hívjátok a 371-4433-as telefonszámot, és tartsanak velem legközelebb is. Valami mással várom önöket holnap. Viszontlátásra. Hi, this is Arnold Schwarzenegger, and welcome to our DVD of Terminator 3, Rise of the Machines. Here you will hear commentary from the director Jonathan Mostow, and commentary from me, and other cast members, taking you all the way through the movie and explaining to you, scene by scene, of what went on, the staging of it, the planning, the writing, how it was executed, all of those things, and a little inside scoop also. So I hope you enjoyed this DVD. I'll be back.
jövő nem végleges. Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed. Szeretném elhinni. A nevem John Connor. Már a születésem előtt meg akartak gyilkolni. 13 éves voltam, amikor újra célba vettek. Gépek a jövőből. Terminátorok. Egész életemben arról mesélt anyám, hogy közeleg a vihar. Az ítélet napja. Az emberek és a gépek háborúja. Egy szemvillanás alatt 3 milliárd ember élet tűnik el a föld színéről. A kevés túlélők csoportját pedig én viszem végső győzelemre. Nem történt meg. Nem pusztítottak bombák. És a gépek se vették át az irányítást. Megakadályoztuk az ítéletnap eljövetelét. Biztonságban érezhetném magam. De félek. Létezésemnek nincs nyoma. Nincs telefonom. Nincs címem. Senki és semmi nem találhat meg. Eltöröltem mindent, ami a múltamhoz fűzött. De bármennyire igyekszem, az álmaimat nem tudom eltörölni. A rémálmaimat. Méret nem megfelelő. Méret nem megfelelő. Keresés, alkalmas jármű.
could tell right away that I was bad to the bone. Fegyverek is vannak, ha érdekel. Mutasd. Na van itt minden. 8 mm-es Magnum, Colt, bankrabásoló, egy-két maszk. Válasz, hogy semmi kell. Jó választás. Én ragasztottam. Azzal okosan, öcsém. Mi a fasz csinálsz, te kis kurva? Méret nem megfelelő.